Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amiben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hosszabbítás után szenvedett vereséget a Nyíregyháza Blue Sharks. 22 érmet szereztek az újfehértói kempusok a spanyolországi VB-n. Együttműködési megállapodás a fiatal kosarasok képzési érdekében. 4 szám után állhatott dobogóra Cserfalvi Olaf a lengyelországi V4-ek versenyen. 17 pontos vereséget szenvedett Tatabányán az NKS. A sportág jelenéről és jövőjéről beszélt az Ökölgyó Szövetség elnöke. Hosszabbítás után szenvedett vereséget, így nem jutott be a bajnoki döntőbe a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese 91-91-re végzett a rendes játékidőben, aztán 104-101-re kapott ki az Esprintől a Continental Arénában. Rossz időre kezdtük a mérkőzést, sajnos nem találtunk be, ez jellemző volt az ottani meccsen is, az első félben nagyon rosszul dobtunk, most 19%-kal, az nagyon rossz teljesítmény. Aztán utána a védekezésbe fel tudtuk hozni kemény munkával, a végére elfogytunk. Gratulálok a Veszprémnek! Mekkora gondot jelentett az, hogy az első pillanattól kezdve gyakorlatilag egy magas emberre kellett felvenni a küzdelmet a Veszprémmel? Nagyon nehéz volt, nyilván itt náluk azért 3-4 magas ember van. Próbáltuk védekezést váltogatni, illetve a Gerit pihentetni. Gratulálok a fiatalok, meg nagyon jól szálltak be, végig küzdöttek, hajtottak. Le a kalapra az egész csapat előtt, azt gondolom, hogy maximumot kihoztuk ebből a mérkőzésből. Mekkora energiákat emész fel az, hogy többször sikerült felzárkózni 3 pontra, de utolérni az ellenfele csak az utolsó pillanatokban sikerült, tehát gyakorlatilag 40 percen keresztül az eredmény után futott a csapat. Inkább az volt nehéz, hogy a hátrányunkat felhozzuk. Amikor regák közelében voltunk, ott már kis dolgokon múlik, egy 3 pontos, egy 2 pontos. Én úgy gondolom, hogy az látszik, hogy fizikálisan fel van készítve a csapat, azért egy ilyen mérkőzés végigjátszani hosszabbítással azért nem egyszerű. Hát sajnálom, a Mike-nak elszakadt az Achillesze, úgyhogy még egy sérültünk van, de megyünk tovább nyilván. Éremért játszik a csapat, ez már biztos, ugye a MAFC oroszlány párharc vesztesével. Mire lehet ez az idő elég, ha mindegyik az jövő héten kezdődik majd a bronzmérkőzés, vagy a bronzpárharc? Pihentetni a játékosokat azért már szezon vége van, jönnek ilyen kisebb-nagyobb sérülések, a Busiván is sérüléssel játszott, próbálunk pihenni, rehabilitálni és felkészülni majd a mérkőzésre nyilván. Egy izgalmas, hosszabbításos meccsen szenvedtetek vereséget. A pályán bent hogy érezted? Mi volt az a nyilvánszi különbség, ami az ellenfél javára döntött? Először is szeretnénk gratulálni a Veszprém csapatának. Tényleg egy jó meccset tudtunk velük játszani, és indokoltan nyerték meg ezt a találkozót. Hát, amit előnynek tudok mondani, ami a vereségünk okát okozta, az a lepattanók megszerzése, illetve a kizárásoknak a elvégzése volt nálunk, nagyon sok támadó lepattanót tudtak visszaszedni, szóval volt nekik második esélyből dobott kosaruk rengeteg. Ha ezeket ki tudtuk volna venni a játékukból, tehát leszedjük a védő lepattanókat, és abból tudunk indulni, akkor szerintem meg tudtuk volna nyerni a találkozót. Siska János megdicsérte a fiatalokat, és ugye Fazekas Csabi tripleival jöttünk vissza a végén, és a te tripláddal lett egyenlő. Megfordul ilyenkor a fejedben, hogy mennyire fontos ez a dobás? Igazából nem tudom, mit gondoltam akkor, tehát az ne kérdezz, hogy mi zajlott le a fejembe. Jött a passz, láttam, hogy jó ritmusba jön, ugrott a védő, jó ritmusban volt a dobás, és hál' Istennek bement. Hátra van még a bronzpárharc, egy éremmel lehet zárni, ugye Hepkupában volt egy bajnok éremmel lehet zárni a szezont. Hogy érzed, mennyit fejlődött a csapat, mennyit fejlődtetek ti fiataluk az elmúlt hónapokban a bajnokság kezdete óta? Szerintem először is a csapat kohézió lett sokkal erősebb, mint a tavalyi évben és az év elején. Nagyon az idősebbek, nagyon segítőkészek, igaz, vannak a szokásos fiataloknak a dolgai, labdaszedés, vizekhordás, ezeket mindet elvégezzük, és szerintem, ami ugye a csapatot elő tudja vinni, az, hogy tényleg csapatmunkában tudunk játszani, nincs az, hogy egy ember csinálja az egész meccsen a dolgát, mindenki áll a labda, passzolunk, és mindenki kiveszi a részét a győzelemből, és hát a vereségből is. Jól kezdte a meccset a Veszprém, aztán hosszabbításba turkolt a meccset, Nyíregyháza egy olyan meccset nyerhetett volna meg a rendes játékidőben. Egyszer se vezetett, mi fordult meg a fejedbe az extra játékidő előtt? Tényleg jól kezdtük a mérkőzésen, elég voltak hullámvegyek, ugye elmentünk 10 ponttal, visszajött a Nyíregyháza, megint elmentünk 10 ponttal, megint visszajött. Ugye itt a végjátékban időkérésre fel is vittem a figyelmet, hogy ki kell menni agresszívan védekezni, mert nyilván most extra hármasoknak kell következni, hogy vissza tudjanak jönni meccsbe. Ezt a Fazekas Csabi meg is csinálta kétszer. Nyilván ott egy kicsit megtorpadtunk, de hál' Istennek hatalmas szívük volt a játékosaimnak, és újra fel tudtak állni. A hosszabbításban örülök neki, hogy sikerült végül
a győzelemet kiharcolnunk, és így döntőbe kerülünk. Az ellenfélre még várni kell, foglalkozok azzal, hogy ki lesz a döntőben az ellenfél. Most vagyok egy kicsit nehéz helyzetben, ugye ők szerdán játsszák a második meccset, tehát most azt, hogy mi lezártuk ezt a páracot, nekünk most az arra talán jó lesz, hogy egy kicsit a sérülteink összeszedik magunkat, illetve tudunk pihenni. Őszinte leszek, nem foglalkoztam még abban, hogy melyik együttes lenne a jó vagy a könnyebb. Én úgy gondolom, nincsen egyik se könnyű, mind a kettő nagyon nehéz és szervezett. Ugyanúgy a Nyíregyházán is nagyon nehéz volt nekünk tovább jutnunk. Én úgy gondolom, mindig a következő meccsre kell koncentrálnunk. Az is lehet, hogy náluk még a szerdán se fog eldőlni a mérkőzés, úgyhogy szerintem jobb, ha mi saját magunkkal foglalkozunk, és nem az ellenfélre. 22 érmet szereztek az újfehértói kempusok a spanyolországi világbajnokságon. Az érmeseket és edzőiket hétfőn köszöntötték a megyeházán. Nagy rendezvény volt, több mint 700 versenyző, 40 országból. A magyar válogatott 31 fővel képviselte magát, abból 8 újfehértói harcos vért bele a válogatottba, és nagyon szépen szerepeltünk. 4 arany, 11 ezüst és 7 bronzérmet szereztünk ezen a világbajnokságon. Hogyan szerepelt a magyar válogatott a csapatversenyben? A magyar válogatott harmadik lett a csapatversenyben, Románia lett megint az első, a Spanyolország a második, harmadik a Magyarország lett. Mekkora elismerés az, hogy gyakorlatilag a magyar válogatott egynegyedét újfehértói versenyzők alkották? Szerintem nagy büszkeség számunkra, hogy 8 fővel tudtuk képviselni a magyar válogatottat, és eredményesen tudtuk képviselni őket, vagy a magyar válogatottat. Egy-egy világbajnokság vagy nemzetközi verseny, ugye a melegítőről látják az ellenfelek, hogy magyarokról van szó, de azt tudják-e, hogy kik a magyar válogatotton belül az újfehértóiak? Szerintem most már tudják, főleg az idősebbek versenyzőkről, tehát ismerik. Tehát itt azért nem ellenségek, hanem ellenfelek, egy sportemberekről beszélünk, tehát itt azért vigyázunk egymás testi épséggel, és versenyen kívül barátságok is szövődnek. Május térünk még nagyon sok hátul az esztendőben, milyen komolyabb versenyekre, nagyobb versenyekre készültök még? Elsősorban a miénkre, október 6-án lesz az újfehértói Tempó Kupa, most már az 5. Majd október végén Lisszabonban lesz a Tempó Európa bajnokság, aztán jövőre ugyanekkor Tunéziában lesz a világbajnokság. A 8 újfehértói versenyző egyikeként, mellett edzőként is részt vettél a világbajnokságon. Milyen elvárásokkal utazhatok Spanyolországba? A cél az mindenképpen a dobogóra jutás volt. Minél több fényesebb aranyérmet, meg ezüst, bronzérmet szerettünk volna elérni, ami sikerült is. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert tényleg mindenkinek sikerült dobogóra állni. Köztünk 4-en a világ legjobbja is tudtak lenni. A többiek is szerintem egy világbajnoki szintet hoztak. Rengeteg nagyon jó felkészült harcos volt. Sokan is voltak, felkészültek is voltak, kemény, erős mezőny volt, de szerintem méltó módon helyt álltunk és képviseltük a hazánkat. Büszke vagyok a tanítványomra, mert tényleg egy nagyon erős felkészülésen vagyunk túl, sok versenyen, pont versenyeken, hogy kiválogassanak minket. Szerintem teljesítettük, sokan is kijutottunk, ami szintén szerintem büszkeség újfehértónak, és mindenki dobogóra is került. Mennyi munka van emögött az eredmény mögött? Mennyit edzettek, mennyit készültök? 3 edzéssel készültünk, plusz még válogató edzésekre jártunk fel Felcsútra, plusz ugye 4 országos bajnokság volt, amin pontokat kellett szerezni, és innen is Magyarországon is a legjobbakat vitték ki. Újfehértón szerintem az egyik legtöbben tudtunk kijutni, mint magyar csapat, mert minden csapatban 1-2 embernek sikerült kijutni, de Újfehértó ugye ilyen szinten is sikeres, eredményes, hogy sokan ki tudunk jutni, és hoztuk is azt az eredményt, amire számított a Magyar Kempó Szövetség is szerintem, ami külön köszönet, hogy részt vettünk ezen a versenyen. Itt nem áll meg a történet, szeretnénk ugye tovább haladni. A következő nagyobb cél az Európa-bajnokság Portugáliában, jövőre Tunéziában lesz a világbajnokság. Nem állunk meg, próbálunk tovább edzeni, fejlődni és minél fényesebb érmeket elérni a versenyeken. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az újfehértói kempusok hazajárnak a megyeházára, de hát gondolom öröm és büszkeség, hiszen azt jelenti, hogy egy-egy kiemelkedő eredmény világverseny után vannak.
Így van, valóban ezt már el lehet mondani, hogy valóban nagyon jól ismerik már az Alpári Gnász termet, és ennek mi nagyon tudunk örülni, mert az azt jelenti, amikor itt vannak, hogy vagy egy országos bajnokságban, vagy egy világversenyen elhoztak egy kosárnyi érmet, és ez most is így történt. Ráadásul most Spanyolországban ugye a világbajnokságon, illetve a világkupán vitézkedtek, és hát elmondhatjuk azt, hogy az ő segítségükkel ugye a magyar csapatnak a jelentős részét az újfehértóiak adják, hiszen egyharmadát alkotja a magyar válogatottnak az Újfehértó Egyesületnek a versenyzői. A világbajnokságnak a harmadik legeredményesebb nemzete lett Magyarország az ő segítségükkel, és hát mi nagyon örülünk annak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen szakmai munka folyik ebben a Kempó nevezetű küzdősportban, amely talán annyira nem közismert, de ők biztosítva, azt hiszem, hogy azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ők nagyon sokat tesznek azért, hogy minél többen és minél komolyabban megismerjék ezt a nagyon szép és nagyon nehéz sportágat. És hát az is kuriózum, hogy ugye az versenysport azért Budapest központú Magyarországon, és itt ráadásul nem is a megyeszékhely, hanem egy viszonylag kisvárosban folyik ilyen minőségi munka. Így van, így van. Ez mindenképpen sokat elárul Újfehértónak a sporthoz való hozzáállásáról, hiszen hogyha nem lenne meg az a támogatói háttér, amely legyen akár szülői támogatói háttér, az önkormányzat támogató háttere, akkor biztos, hogy nem lehetne ilyen sikereket elérni. Adottak a lehetőségek, és szeretnének is úgy látom, hogy élni ezekkel a lehetőségekkel a helyiek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak pedig az a dolga, hogy minél a saját eszközeinkkel minél jobban igyekezzünk őket segíteni és támogatni. Ha mással nem, legalább azzal, hogy akkor erkölcsileg is elismerjük őket, és természetesen biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy minél többször és minél nagyobb sikerekről tudjanak beszámolni, akár a megyei televízió keretein belül is. Együttműködési megállapodás kötött a Nyíregyházi Sportcentrum, a Nyíregyházi Esport Kft. És a NYIKSE. A cél az, hogy magas szintű egységes képzésben részesüljenek az utánpótláskorú fiatal kosarasok. Nagy örömünkre szépen és dinamikusan fejlődött az egyesület, és ez egyébként bízunk benne, hogy továbbra is így lesz, legalábbis a jelek azt mutatják, hiszen jelenleg is több iskolában toboroztunk, és több tucat gyerekkel kezdjük neki, új gyerekkel kezdünk neki majd a következő szezonnak. Az idei szezonban egyébként U12, U14, U16, U18-as korosztályban voltak utánpótlás csapataink, és természetesen a NYIKSE-nél a top csapat az MB2-ben szereplő, az MB2 keleti csoportjában szereplő csapat, amely folyamatosan dobogó közelben végzett az elmúlt években is. Mit profitált ebből a mostani megállapodásból NYIKSE, és mit profitált a másik fél? Bízom benne, hogy mindenki profitál, és Nyíregyháza fog összességében profitálni, hiszen ahol erős az utánpótlás nevelés, ott erős lesz ezáltal majd a top csapat is. Jelen esetben ugye az Élsport Kft.-nek a NB1B csoportos csapata, a Kék Cápák, akikhez igencsak sok nyíregyházi verseny ez most is, de ez sokkal jobb lehet, minél több és minél erősebb az utánpótlás képzés. Ők azt profitálhatják, és Nyíregyháza azt profitálhatja, hogy ebben az emblematikus csapatban sokkal több nyíregyházi és jól képzett nyíregyházi fiatalok fognak versenyezni, a NYIKSE pedig azt, hogy lehetőséget biztosít azon másik két sportszervezetnél versenyző fiataloknak, akik nem tudnak adott esetben ebbe a top csapatban versenyezni, játszani, azoknak az MB2 egy igazán magas színvonalat és lehetőségeket biztosít. Gyakorlatban hogy néz ki, hány éves kortól kerülhetnek át az Élsport Kft.-hez a fiatalok? Már U14, U16 és majd U18-as korosztályban. A tervek szerint folyamatosan az Élsport és a Sportcentrum szakemberei figyelik a mi munkánkat, és természetesen onnan ezekből a korosztályokba kerülés előtt már toboroznak, és esetleg az akadémiai csapatba meginvitálják a fiataljainkat. Együnk néhány szólt a felnőtt csapatról is, az elmúlt év hasonlóan nagyon jól szerepeltek, negyedik helyen a csapat, és talán még egy picit az alapszakaszban is van esetleg erőlépés lehetőség, de azzal biztos, hogy a rájátszásban kezdező pozícióban indul majd az együttes. A rájátszásban, amennyiben majd az első helyezettel kell összemérni erőnket, nyilván ott fog eldőlni, és most a negyedik helyen lévő csapatunk azt gondolom, hogy nem nyújtott rossz teljesítményt. Két olyan csapat is van, a Cegléd és a Szolnok, akik rendkívül erős gárdát állítottak össze, és feljutási terveik is vannak. Nekünk egy szép szereplés volt a terv, egyelőre még az NB1-B osztályt nem tudjuk megcélozni, de
de jövőre bízunk benne, hogy ez változni fog. Az NKK és a Nyírpazonyiak után a Nyíksével is együttműködési megállapodást kötött szerződését alá a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve az Élsport Kft. Így egy újabb kosárlabda utánpótlás nevelő egyesület került be abba a rendszerbe, amelyet szeretnétek a lehető legjobban működtetni. Mit jelent ez? Igazából azt jelenteni, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum által működtetett akadémiai csoportokat kellene a legerősebb játékosokkal felvértezni és a legjobb szakmai munkával ellátni. Ezután pedig a Nyíregyházi Élsport Kft. Által működtetett felnőtt Blue Sharks csapatát kellene olyan helyzetbe hoznunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a legmagasabb osztályban tudjon szerepelni. Ehhez szükségünk van arra, hogy egységes szakmai program alapján dolgozunk és egységes szakmai elveket valljunk. Bízom benne, hogy a megállapodásunk ezt biztosítani fogja, és remélem, hogy sokáig fogunk tudni közösen együtt dolgozni. Sokat tesztek azért, hogy minél több iskolában népszerűsítsétek a sportágat, minél kevesebb legyen a megyében a fehér folt. Hol tart ez a munka? A nyíregyházi iskolák nagy részét megkerestük ebben az évben, illetve a megyei iskolákat is próbáljuk keresni Záhonyban, Kisvárdán, Nagykállóban, Kálósemjénben, ugye, ami kicsit kötődik is hozzám, vagy nem kicsit, de a lényeg, hogy a megyében is próbálunk kosárlabda csapatokat kialakítani annak érdekében, hogy még szélesebb és még jobb bázisunk legyen. Szeretnénk, hogyha találnánk olyan tehetséges játékosokat, akik beépíthetőek lennének utána a felnőtt csapatba is. Ez nem egy rövid munka, biztos vagyok benne, hogy több évnek kell eltelnie ahhoz, hogy megfelelően beérjen ez a együttműködés, vagy ez a közös munkánk, amit elkezdtünk. Remélem, hogy olyan mértékben fog haladni, ahogyan azt szeretnénk. A kosárlabdához, mint minden más sportákhoz, nem csak gyerekek kellenek, hanem megfelelő infrastruktúrális háttér, megfelelő szakemberek ezen a téren, hogy állunk? Úgy gondolom, hogy az infrastruktúránk folyamatosan fejlődik, és egyre jobb lehetőségeink vannak. Szerintem nem hasonlítható össze a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz. Például a játékosok teljesen más körülmények között tudnak utazni, más helyszínekre utaznak, már nem kell vonatot várni, vagy busszal, menetrend szerinti busszal közlekedni. Azt hiszem, hogy nagyon sokat haladtunk előre, a nyíregyházi iskoláknak a talaja is folyamatosan kicserélődik, ugye a sportcentrum pályázatai kapcsán egyre több iskola újult meg. Azt hiszem, hogy szépen fejlődünk. Szakemberekben előre kell még lépnünk, kell képzéseket tartanunk, és ez is nagyon fontos része lenne az együttműködésnek, hogy hogyan tudunk megoldani olyan szakemberek idehozatalát, akik esetleg előadásokat tudnak tartani, és tudják segíteni az itt dolgozó embereknek a munkáját. Nagy előrelépésre van még szükség. Azt hiszem, hogy ugye a TAO elérte a mennyiségi növekedésnek a felső fokozatát, most már a minőségben kellene haladnunk tovább. Az elmúlt évben és az idei szezonban is az utánpótlás kilépett a nemzetközi porondra, sőt kifejezetten jól szerepeltek az idén az 20-asok. Ez a tendencia folytatódik esetleg más korosztályokkal is? Nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk nemzetközi porondon továbbra is erősek lenni. U20-as korosztályban biztos, hogy ott leszünk jövőre is az EJBA küzdelmeiben. A többi korosztályban nem tudom még pontosan. Sajnos egy picit az U16-os korosztályunk gyengébbre sikeredett, de majd szépen ki fogják hozni magukat és megerősödni. A nyíregyházi Cserfalvi Olaf egy arany, két ezüst és egy bronzérmet szerzett a lengyelországi V4-ek nemzetközi úszóversenyen. A nyírbátori Csoba Adrián kétszer állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 21 versenyző volt és 14 edző. Minden versenyszálban két induló lehetett országonként, egy idősebb és egy fiatalabb évjárat. Cserfalvi Olaf számára ez volt a bemutatkozás a válogatottban. Milyen célokkal, reményekkel utaztatok? Olyan célokkal, hogy szeretünk volna érmet szerezni, egy kicsit jobban is sikerült, mint számítottunk, mert meglepetés a 200 pillanatot megnyerte, óriási csatában a lengyel fiúval 1 századdal, de megelőztük őt. Többi számban? Gyűjtöttünk 2 ezüstérmet még, a 400 vegyes és a 4x200 gyorsváltóban, és 100 pillanatban pedig bronzérmes lett Olaf. A megyéből voltak-e Olafon kívül úszók? Igen, Nyírbátorból Csoba Adrián és Kaliba Viktor edző, ők is nagyon jól szerepeltek, mert a kislány 400 és 800-ason bronzérmes lett. Az, hogy valaki bemutatkozott a válogatottban, egy szintlépés, egy ugrás jelent. Hol tart a fejlődésben Olaf ahhoz képest, amit terveztek? Mindenképpen ugrás jelent, és annyira örülök, hogy sikeres volt a bemutatkozása. Annál is inkább az első 3 hónap betegség és sérülés miatt nem nagyon sikerült, és hát ez egy plusz energiát és lendületet ad Olafnak. Ebben az évben mi a főverseny számára? Nagyon szeretnénk jutni az EOF-ra, az Európa Olimpiai Játékokra, amely Azerbajdzsánban lesz Bakuba.
hát azért még keményen meg kell dolgoznia, 200 pillanatban van a legnagyobb esélye, most 2-0-4-nél tart. Én úgy gondolom, ha sikerül levinni ezt az időt 2-0-2-re, akkor biztos utazó lesz. Hazai porondon mi lesz a következő verseny? Ifjúsági országos bajnokság, aztán jön a serdülő bajnokság, és aztán jönnek a nemzetközi versenyek. Lehet mondani, hogy tökéletesen mutatkoztál be a magyar válogatottban, hiszen 4 éremmel tértél haza Lengyelországból. Milyen célokkal utaztál erre a versenyre, ahol ugye 4 nemzet a magyaron kívül, szlovák, cseh és lengyel úszók voltak? Anyáig csak annyit mondtak, hogy érjek el valami helyezésre, valami dobogón legyek. És hát első szám 200 pillangó, ott jól sikerült úsznom, első lettem. Igaz, hogy csak 1/100-addal, utána jöttek a többi számok, de meglepődött anya is, meg a Sanyi bácsi is az eredményeken. Vereséget szenvedett Tatabányán a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese a bajnokság utolsó előtti fordulójában 63-46-ra kapott ki a hazaiaktól. Sajnos ez várható volt, hogy hasonló eredményben fogunk beleszaladni. Hát ugye mentünk egy jó esős időben, tehát szakadt, amelyre csak jártunk, és ugye nem ez volt a gond, hanem a terembe is beesett az eső. Tehát ugye úgy játszottuk a mérkőzést, hogy a pálya közepén valaki mindig bement, föltörölte, és ennek megfelelően mondtam, hogy ha véletlenül valaki olyan helyzetbe kell, akkor én nem játszom le a meccset, mert ugye annyit azért egyetlen egy mérkőzésre ér, legyen az győztes vagy vesztes mérkőzés, vagy bármelyik játékosnak megsérüljön, de a rendezőknek a becsületi legyen mondva, hogy folyamatosan karban tartották, rendben tartották, de teljesen mindegy volt, mert ugye a mérkőzés végeredményen semmit nem változtatott, sajnos vereség lett. Az első fél időben úgy nézett ki, hogy ez sokkal nagyobb arányú vereségbe fogunk beleszaladni, mert nem igazán voltunk hajlandóak azt a keménységet és azt a ritmus fölvenni, amit a hazai csapat próbál diktálni. A második fél időre sikerült valamilyen szinten megértetnünk, hogy azért az mégis egy idősebb játékosokra van szó, hogyha futunk, akkor esetleg előnybe is kerülhetünk, és ugye ez a második fél időben látszott is, főleg úgy, hogy a negyedik negyed sikerült így meg is nyernünk, akkor már valamivel pontosabban dobtunk. Az első fél időben valóban olyan volt, mint hogy ilyen macskaegér harcot játszanánk, rutinosan kipasszoltak bennünket, tehát hiába zártunk oda, hiába léptünk oda, ők ismerték a passzolásnak az összes csinyát, minyát, meg ugye csak néztünk, hogy ugye így is meg lehet ezt oldani. Főleg amikor meg beálltak a zóna védekezésre, akkor azt hiszem, hogy kintről abszolút nem találtunk be, palánk alatt teljesen súlytalanok voltunk, tehát nem is volt esélyünk, hogy mi ezen a mai napon ott mérkőzést nyerjünk. Itt a második fél időben már csak próbáltunk szépíteni azon az eredményen, ami az első fél időben kialakult. Az utolsó fordulóban sem lesz sok esélye a csapatnak, hiszen az eltevő a Cújbudához utaztok, viszont úgy alakultak az eredmények, hogyha minden a záró fordulóban is a papírforma szerint alakul, akkor bemarad a csapat. Így van, tehát alapvetően, ugye mi kértük is ennek a Beac elleni mérkőzésnek a vasárnapra való áttételét, ugye itt mindenkinek szombaton 6 órától kellene mérkőzés játszania, de ugye mi akkor éppen a mi kadettjeink, azok a régiós bajnokokat tornáján vesznek részt, és nekünk ugye ha tetszik, ha nem, de most per pillanat 3 kadett játékosunk is a 12-es keretben van, ugye a sérülések és minden más egyéb miatt. Nem tudni még, hogy milyen döntést fog hozni a szövetség, reméljük, hogy kedvez nekünk, ha nem, akkor beültetjük az összes sérülteket, és elmegyünk, hogy együnk egyáltalán 10-en a mérkőzésen. De valóban, tehát ez a mérkőzés nem biztos, hogy ez a győzelmi esélyekkel utazunk, főleg Budapestre. Ugyan hazai pályán egy nagyon szoros mérkőzést játszottunk ezzel a csapattal, ugye a végére 4 ponttal kaptunk ki. Hát azért a hazai pályán azért mindenki sokkal acélosan, sokkal keményebb, és ugye ez egy jó szerkezetű csapat, tehát ugye ugyanúgy az A-ból lejátszanak azok a játékosok, akik ugye ott kevesebb játékpercet kapnak. Tehát mi azért fogunk most fölmenni, hogy egy olyan jó mérkőzést játszunk, és úgy búcsúztassuk ezt az évet, amit végül is megérdemelnek ezek a fiatalok, akik azért igencsak keményen dolgoztak itt a végén, és azért nagyon szép eredményeket sikerült azért hozniuk, tehát azért voltak olyan mérkőzések, amikre megint azt mondtuk volna, hogy hát nem biztos, hogy ez meg lesz, mégis olyan lelkerőről és akaratra tettek tanúbizonyságot. Na, azért az is lehet, hogy most ugyanez lesz ez az utolsó mérkőzésen, itt megtátosodunk, szárnyalunk, és akár mérkőzés is nyerhetünk, de számomra az a legfontosabb, hogy itt azért itt a végére igencsak megfogyatkozva, de sikerült azért megoldanunk azt, hogy bennmaradjunk. Itt már ugye ehhez a nagy csodáknak kell történnie, ami azért nem valószínű, de hát függetlenül
az élet azért hozott már meglepő fordulatokat. Ez ugye akkor lesz csak biztos, amikor lejátszottunk minden mérkőzést, és a következő héten már okosabbak leszünk, és ha bemaradunk, akkor is ünnepelni fogunk, mert azért ezzel a szerkezettel és játékos állományon úgy gondolom, hogy azért egy óriási nagy bravó lesz. Nyíregyházan járt Erdély Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. A korábbi profi világbajnok a sportág jelenéről és jövőjéről beszélt televíziónknak. Most egy átmeneti, remélem, hogy csak átmeneti hullámvölgyben vagyunk. Komoly szakmai stábbal neki kell állni egy új koncepciót kialakítani ahhoz, hogy a Magyar Ökölvívás ismét a régi fényében ragyoghasson. Erre már megvan a koncepció, most már tényleg már csak a megfelelő embereket kell megtalálni a megfelelő pozíciókra, a megfelelő edzőket, ugye kell az edzőképzés, kellenek akár külföldről behozott élmények, tapasztalatok, vagy akár külföldi edző segítsége is, és akkor én azt gondolom, hogy a Magyar Ökölvívás 4-5 éven belül ismét felfelé fog lendülni, de addig valószínűleg lesz még egy ilyen átmeneti kis üresedésünk. Van egy-két tehetségünk, akiket meg kell tartanunk, ha meg tudjuk őket tartani, ha megfelelő módon tudjuk őket képezni, biztosítjuk azt a bázist, azt a háttérbázist, amire szüksége van egy élsportolónak ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tudjon felkészülni, megfelelő tudományos háttérrel, megfelelő dietetikussal, aki a súlyát állítja be. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan apró nüanszok, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy valaki a legjobbat tudja kihozni magából, és a tehetsége megnyilatkoztassék. Jövőre Tokióban olimpiát rendeznek, olimpia előtt év van. Van esélye Magyar Bunyósnak arra, hogy ott legyen Tokióban? Eleve kijutni az olimpiára is már hihetetlen nehéz, tehát a kvalifikációs tornán is már nagyon jól kéne szerepelnünk. Pillanatnyilag azt látom, hogy nagyon nehéz lesz akár kijutnunk is az olimpiára, nem hogy érmet megkaparintani. Ettől függetlenül én azért bízom benne, hogy hát, hogyha vagy egy kis szerencsével, mert ugye az élethez kell egy kis szerencse is, egy-két emberünk kijuthat az olimpiára. Akkor megmenekült a haza, de igazából én nem Tokióra tervezek, hanem már 2024-re, Párizsra. Ott már mindenképpen több emberünk ott kell, hogy legyen az olimpián, és akár éremeséllyel is. Ennyi fért a mai sportszelepbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.